Szervusztok, szervusztok! Üdv mindenkinek, srácok! Folytatjuk a Diablo 4-es kalandokat itt az Open Beta Early Access ideje alatt. Majd, hogyha megjelenik majd az Open Beta, még pár nap, pénteken 5-től, akkor majd meg fogom nézni a druidát, illetve a nekrót is, hogy milyen. Nem tervezem azokat sem kihagyni. Természetesen időben értesülni fogtok arról, hogy ez mégis mikor fog megtörténni. Továbbra is köszönöm, hogy ekkora érdeklődéssel vagytok amúgy a Diablo 4 iránt nálam, úgyhogy azért gondoltam arra, hogy így körbejárjuk, megnézzük, hogy milyen ez a játék. Kezdtük azzal, hogy felhúztam ugye a rógomat 14-es szintre, és haladtunk, ameddig haladtunk velem, sztoriban megmutattam nektek pár érdekes dolgot, cinematikokat, stb. Majd legutóbb ugye, ami ma volt délelőtt, megmutattam nektek, hogy milyen barbározni, és nagyon-nagyon élveztem, viszont nem láthattátok a három elérhető karakter közül, hogy milyen a Sorci, ez az, amivel streamen kívül játszottam, hát ő már 19-es szintű, vele a sztorit már végignyomtam, úgyhogy a történet része az így már megvan, mellékküldetések azok így még vannak. Viszont a buildemet még nem érzem teljesnek, úgyhogy valószínűleg bénább leszek vele, mint a 15-ös varjorommal, de nagyon tetszik a kinézete a képességeknek, illetve én mindig is ilyen mágussal szerettem igazán játszani, mondjuk a Diablókban, legalábbis a kettőben a kedvencem a nekró volt, a háromba pedig iszonyatosan sok órát monkoztam. Hát monk itt nincsen, nekrót meg még nem tudtam kipróbálni, úgyhogy marad a Sorci. Úgyhogy ja. Sorcizunk. Most sorcizunk, és ahogy mondtam nektek legutóbb is, felfedezzük azokat a mechanikánkat, amikkel eddig nem foglalkoztam, ugye. Az alkimistával már dumáltunk, ő már felhúzta olyanra a potimat, hogy 48-at hílel. Az Open Beta-ban most hétvégén már elérhető lesz a nekró és a druid? Így van, igen. Tehát eddig jutottunk el, 20-as szintől lesz olyan poti, ami már 80-at hílel. Már megvannak hozzá a cuccok ugye, csak a szintkövetelmény kell. Igen, itt már kaptam vele ilyen gemeket is. 4% Ultimate Skill Damage. 13% Basic Skill Damage. Na hát a gemekkel még nem tudom, hogy mit lehet csinálni. Gondolom azon kívül, hogy beletesszük, nem tudom, hogy például lehet őket fejleszteni egy magasabb minőségre. De ez milyen gáz, hogy ingyenesen minden elérhető, az elővásárlóknak nem. Hát az elővásárlók is ki tudják próbálni. Az elővásárlók hamarabb tudtak játszani a játékkal. De én nem tartom ezt gáznak. Veszünk cipőt, mert az még kék. Azt mondja, hogy movement speedet kapunk a teleportálás után. Jöhet. Ott van, teleport has been granted. Jó, veszünk pencet. Jó. Na hát ennek ugyanolyan statja van, mint a nyakláncunknak. Nem tudom, hogy ez ilyenkor stackkel-e, hogy így együtt megy ez a dolog. Illetve, hogy ilyen legendary... Nem megy együtt. Nézzétek, ilyenkor szürke lesz, mert hogy ilyenünk már van. Az ára az már kicsit gáz. Mármint, hogy minek gáz az ára? 70 euró egy AAA játékért? Nem nagyon vannak olcsóbb AAA játékok az a helyzet, skacok. Vagy mire gondoltak? A fókusz 40-be kerül. Vegyünk esztyűt. Kadala! Nem szeretsz minket! Nyilván csak valahogy azt gondolnám, hogy akkor már legyen elérhető nektek is az összes karakter. De hát az előrendelők tudnak később is játszani.
Hát egyrészt a forint gyenge, másrészt meg kevesebbet is keresünk. Úgyhogy igazából a 70 euró az nem hiszem, hogy vészes lenne. Azt mondja, hogy plusz egy rank a Fireballra, az meg 4 olstat, meg egy az incinerétre. Nem az előrendelők játszhatnak 4 nappal hamarabb, hanem akik megveszik a Digital Deluxe, illetve a legdurvább verziót. Aki csak az alapverziót veszik meg, azok csak az Early Access Open Beta-ba játszhatnak. A játékkal nem játszhatnak hamarabb. Mik ezek a fizetési módok? Hát van goldunk, van red dustunk, ez ilyen PvP-s érme, és van ez az oboz, ami a Diablo 3-as blácsárnak felel meg, ebből lehet gamblingezni. Na, oda kell elmennünk. Na, amúgy lejjebb veszem a grafikát, mert mondtátok, hogy textúra kvalitét leveszük médiumra, már jó lesz. Na és nem akadunk ennyit. Na most már csak 6 gigát eszik a VRAM-ból. Remélem, hogy ez így is marad. És akkor tényleg nem akadunk. Hát csúszik szépen feljebb. Na, ez a dagger, ez nem kell. Bliss, and thank you. Jobb klik a mappon és bekapcsol a GPS. Ó, köszi szépen! Ezt mondtátok már legutóbb is, de elfelejtettem. Köszi szépen. Igazából ezt lecserélhetjük, mert hogy ugye a nadrágunkon rajta van ez a plusz. Damage reduction, movement speed, horn és CD reduction. Plusz egy az all defensive skill-re. Cooldown reduction plusz damage. Na hát, ez például már jobban tetszik. 3.25-ös, aha. Jó, fejment az attack power-unk. Na és akkor ring amulet. A cuccokat most nem egy darab kovács nem bontod le, adod el, hanem szakosodott vendornál, így van. Igen, igen. Okkultista. As I'm sure you know, even seemingly mundane objects sometimes contain great power. I can help you wrest that power free. The process will break down the original object, leaving behind the pure aspect of its. Ha jól értem, ez azt akarja elmondani nekünk, hogy van egy Lego itemünk, és ki tudjuk venni belőle a power-t. Not that I would ever dream of such a thing. Certainly not within earshot of the cathedral. De javítsatok ki amúgy, hogyha hülyeséget mondok. Rare legendary itemnél még módosítani is lehet rajta a power-t. Ó. Ó. Codex of Power. Hát, igen. Nos, igen, ezt jól látjátok. Ez róg. Mi a különbség? Ja, hogy ezek a típusok. A Codex Power típusok, aha. Nekünk csak olyan van, hogy az incinerét, amíg channelingeljük, addig a burning damage-ünk nő 20%-kal. És akkor ezt rá lehetne rakni. Durva. Durva. Oké. Menő amúgy.
Itt lehet extraktolni, itt lehet ugye rátenni, itt lehet craftolni majd, salvage-elni. Ja, tehát hogyha betörsz ilyeneket, akkor kapsz olyan cuccot, amiből majd lehet craftolni sigileket. Sigil powder. De érdekes. Ez olyan, mint az Immortálban? Hát az, nem sokat játszottam. Na és akkor 20-as szinten lesz elérhető majd ez a gemes rész. Jó, hát addig elteszem, vagy nem tudom, nem teszem el, hanem csak így oldalra teszem ezeket a dolgokat. Ezt a Legót, ezt mindenféleképpen beteszem most a stashbe. ...30%-kal többet tudunk nyomni aztán oltenemire. Kérdés egyébként, hogy el tudom menteni ezeket a... ...buildeket? Tehát, hogy így, hogyha nekem ez így tetszik, nem tudnám elmenteni vajon? Na. Vannak amúgy mellékküldjeink, igen. Van egy ilyen sealed door, na menjünk arra felem. Igen, majd hogy én még nem jöttem rá, ha lehet is, aha. My bags are full. Ez de érdekes, nem? Azt mondja, nem tudjuk felvenni a tower key-t. Nekem a villámos sorci volt a kedvenc buildem eddig, viszont ez a tüzes build azért kellett, mert nem tudtam megvárni egy strongholdba levő enemit. Hát, meg nem mondom, valahol itt volt, ezen a részen. A malnokot nem tudtam elverni Sparkos bilden. És ebben a full tízesben bíztam. Ugye ez az égetés elég erős. Spark és Pyro vagy? Jól hangzik ben. Mit is csinál ez? Movement speed és mana cost reduction. Nem tetszik. Zsoli, köszi szépen a támogatást néked, és köszi szépen a 8 hónapot. Sajnos értesítés hang nincsen. Úgyhogy, sorry. Chain Lighting, az mindenféleképpen kell. Ez az ugrálós cucc. Hogyha rólam pattan le, akkor a következő sebzése 25%-kal durvább lesz.
Ó, na ez akkor mondjuk elég jó. Kirakjuk a teleportot. Oké. Okay. Teleport. CD csökkent. Teleport használatot, ennek a Crackling Energy Hit 2. Hát a Crackling Energy 2 enemit eltalál még pluszban. Jó, és akkor még kell valamire pakolásznunk. A Chain Lightningra. Mennyit a Conjuration-eság? Peregjenek srácok a Szvegek Zsulinak, köszi szépen a 80 napot. Mizus. Ez a Lightning Spear is amúgy nagyon jó. Ha kritelünk, akkor stunol is. Na ez a stunolás amúgy jobban tetszik, mint a másik ág. Hogyha Crackling Energy gyűjtünk be, akkor a következő Lightning Spear kasztunk, damage sokkal erősebb lesz. Inkább stunoljam. Aztán lehet, hogy rosszul gondolkodom. A Ball Lighting. Ezt a Ball Lightingot amúgy nem éreztem olyan erősnek, amikor próbálkoztam velem. De azért rámegyünk. Attack Speed alapján módosul a Damage Rate. Az Attack Speed bónuszunk alapján. Ha 50-szer hitel a Ball Lightningunk, azokra, akik közel állnak, akkor a következő azt stunolni fog. Hát inkább a Crackling Energy sem megyünk rá. Nincs nagyon szvegpergetés, szomorú vagyok, srácok. Ez a sokkolás valahogy kielégítőbb. Hoppá, ez egy kicsit rossz helyre mentem. Cél a level 20. Ja, hát most nem nagyon esik a Crackling Energy, valószínűleg amiatt, hogy hagyom, hogy rólam pattogva erősebb legyen. Jó, hát akkor azt tanultuk. Arra rájöttünk, hogy ez nem rossz. Viszont... Ja, nem tudjuk levenni, mert ahhoz ezt is le kell vennünk. Akkor még egyet vegyünk? Lehet, leveszek én még egyet. Hát én csak oda át szeretnék menni, de nem engedi.
Most akkor teljeset refundolnom kéne. Hát most már csak engedi. A vége. Ja, és visszamegyünk erre, hogy a crackling energy is legyen. Jó. Így mobok ellen, amíg nem boss ellen harcolunk, addig szerintem jó lesz az a crackling energy. Persze, lehet, hogy rosszul gondolom. This is it. Jézus! Mert most már bajok lesznek. Hogy pattog rajtunk a chain lighting. Nagyon jó ez a sokkal. Cucc. Na úgy néz ki, hogy megcsináltunk egy mellékküldit közben. Nagyobb menne, ahogy oda berobbanunk. Ez már kontrollerrel azért jobban, nehezebben lehet irányítani? Nem tudom, nem próbáltam még. Rerem. Belfegor. Van valaki a közelben, mert kapjuk a bónuszt. Nem tudom, hogy hol lehet a maradék enemy. Azért kérdeztem, a barbárt az kontrollel nyomtad, de ezt meg már MG-re nyomod. Ja, ezt egérrel kezdtem el nyomni. A rugót is. És nem is próbáltam kontrollerrel, csak a barbárt. De azt írják, hogy még van valahol egy enemy. Nem itt. Úgy gondolom. De hogy hogy lehet? Ahogy hol lehet? Szerintem amúgy jó lehet kontrollálni is a sorci. Aha, és akkor most már itt van. Hogy pattogott rajtam. Nem félsz, hogy meg fogjuk harcolni a nyomott rugó a perifériád műanyagborításán? Nem félek a nyomott rugóktól. Nincs hatalmuk fölöttem. Oho! Lighting damage növelés 4%-kal. Igaz, resistance-ot bukunk, de legalább lighting damage növelés az jött. Van még itt egy küldetés, ez méghozzá az Exorcist Cache. Gather Spirit Anima from the Undead. Aha, már értem akkor őket miért jelöli a játék. Nem tudom, itt vagy-e még benne, de amúgy nyugodtan elküldheted a Fire-ös, Spark-os build-ed. Szevasz, Tony.
kaphatták. Szétettek sokkal van. Egy van itt fent. Ohó, nem csak egy van itt fent. Na hát ehhez képest a barbár gameplay az mennyivel könnyebbnek tűnt. De mondom, simán benne van az, hogy a build-el van baj. Szia, ha jól értem, akt egy után csak dungeon meg sidequest lesz, lát. Így van. Megcsináltad az akt 1-es küldiket, akkor az akt 1-en maradva csinálhatsz még ilyen eventeket, meg ilyenek. It is done, level 20, és megkaptuk a Grand Gem craftolást. Erre akartunk menni? Igen. Early experience. Ott van. Érjük el a level 20-at. Ezért jár a kutyus, meg ezért jár a title. Na, vannak még itt küldik. Na jó, ez a Crackling Energy egyre kevésbé tetszik. De amúgy látszik, hogy még miket lehet csinálni. Megnyitod a térképet, azt ott fölül, mindjárt mutatom. Itt van amúgy. Itt mutatja. 3 waypointot lehet felvenni. Stronghold van még 2, sidequest van még sok, ahogy látom. Bár az kérdéses, hogy mennyit lehet megcsinálni. Areákat lehet felfedezni, dungeonokat lehet még megcsinálni, és Lilith oltárokat lehet még megkeresgélni. Úgyhogy ezek vannak jelenleg. Hol van 3 stronghold? Hát nekem itt volt egy, ez a malnokos. Gondolom, ami ilyen kis pici, az stronghold. Az is gondolom egy stronghold. Meg gondolom az is stronghold. Fel kell fedezni a zónát, és akkor elvileg látni fogod ezeket. Vannak a hidrákok. Inferno defreeze. Nyomjuk ezt a burning-eset.
mana generálás. Nyomjuk a Chain Lightningot. Ezt, hogy rólam pattan le, akkor 25%-kal erősebb. Itt maradunk a teleportnál. És a teleport után 30%-kal kevesebb damot kapunk be. Jó. Itt erősítjük a Chain Lightningot. Nagyon. Ez a Lightning Sphere, ez nem tetszett, megmondom őszintén, úgyhogy átmászunk a Hydrára. Kritikál Strike után a Hydrák is kritálhatnak. Hát ezt még nem érzem olyan erősnek. Firewall. A Ball Lightningot se érzem erősnek. Na, lehet, hogy a Meteor lesz az amúgy. Vagy a Fireball? Hát a Fireball lesz az. Mana regen, ameddig aktív a Firewall. Jó. És akkor a Hydrákon erősítünk még. Na nézzük meg, hogy így milyen lesz. Kicsit változtatnom kellett itt a buildem, mert nem éreztem olyan erősnek. Szerintem most már jobb lesz, srácok. Most már jobb lesz. Na, itt ezen az eventen mindjárt meg is nézzük. Igen, ezt a Firewall-t ezt hamarabb le kellett volna rakni. Erősebbnek érzem az helyzet. Lehet, hogy amúgy lesz jobban. Na jó, megyünk lejjebb. Milyen csöndesek vagytok így most délután, skacok. Klokova. Neki ilyen nagyot az abba után. Hoppácskám. Be kell menni. Na tessék, be kell menni egy dungeonbe, arról szól. Amúgy tényleg így nincsen akadás. Így, hogy levettem médiumra a textúrát. Legalábbis nem nagyon van akadás, vagy már csak fel se tűnik. Slay Lord Avitus. Lehetett volna Avidus is.
Jó, gyorsan zabálja manát ez a chain lighting. Ha kell, keresnünk rá valamit. Jesus. Ez a lightning képesség, kettőt vagy hármat tudok elnyomni. Ujj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 
Te jó ég, és szipolja az HP-mat. Milyen kemény volt már bakkár. Crude skulla. Life on kill. Hello, elvileg van rá olyan aspekt, ami ha rólad pattan, ad 4 manát. Az amúgy nagyon jó. Dóri, elköszi szépen az infót. Hát akkor oda le kell mennünk. Oda le kell mennünk. Azon már... Hát, 4 affix is van. Itt van Lord Abitus. Mit tang jók a sorci animációk, imádom. Jaja. Brutál jó. Nekem is nagyon tetszik. Jöteken én és Sorcival fogom kezdeni. Na, ennyire megtetszett, srácok. Az egy másik univerzum. Hát az Animus urnába még kell Animus. Aha. Az van. Ez a rajtam pattogó villámlás, ez brutál jó. Ja, a Necro-ra én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Na!
Kamuk Shlicek. I write this as I bleed out. Hát én nem úgy mindenre kíváncsi vagyok, ha már itt arról van szó. Eddig most minden három klassz kipróbáltok. Wretched creatures for as long as I've been able to wield a knife against them. They feed on blood and grow strong in numbers. I have chased them into this nest and been caught in a trap. Their leader can raise the dead. And I fear for all who wander under these creatures. Az igen. Ezek elmennek a kapu mögé. Jó, kellett ez a build változtatás, ez érezhetően kellett, srácok. Mindig kell, még a kis arany is kell, mindig kell a pénz. Olyan nincs, hogy nem kell a pénz. Zsoli. Ez van. Ha hello, jól érzékelem, hogy ez igazából olyan, mint egy Diablo 3 DLC, még a spellek is ugyanolyanok így ránézésre. Nem. Nem. Ó, hát igen, ez itt fájtok volna. Jó. Az baj. Egy kis manát tölteni. Jó, most már hal. Nem, ez nagyon más Diablo 3-hoz képest. Égj! Ilyen pedesztát kell gyűjtenünk. Nem, ez amúgy komolyan mondom. Érződik ezen a játékon az számomra, így ennyi óra a game után, hogy a mozi ez egy más játék, csak... Érződik az is rajta, hogy AAA game. Hát ami olyan fura nekem, ami miatt ilyen fenntartásaim vannak, vagy hogy is mondjam, az, hogy nem érzem olyan professzionálisnak minden elemét, és hát persze ez lehet, hogy azért van, mert béta, de lehet, hogy nem, ugye? Pár hónapig EU top 10 voltam a barbára, aha. That's nice. Hát amúgy most már vissza lehet menni. Igazából már csak a plusz loot miatt. Mert érdemes elmenni. Van dungeon után kitépézés, ezt a srácok mondták, meg kell nyomni a... Ott van, és csak... Ezt én se tudtam amúgy, ameddig nem szóltak, hogy nyomsz egy E-t,
vagy kontrollelen a D-paden a felső gombot, azt adtam, hogy leave dungeon. Amúgy ezt én sem tudtam, mert hogy így lehet nem figyeltem, vagy nem tudom. De ezt én sem láttam. Defeat the Blood Bishop. Halló? Azt a rohadt! Nagyon követem a dolgokat, ilyen aukciós ház van vagy lesz, ezt nem vágom, nem vágom. Ezt tehát nem vágom. Barbárt kaptunk, azt mondja, enemy tölünk core skill-el, 10%-át a Fury Cost-nak visszakapjuk. És esett egy Lego stuff. Hát, ilyen legendary power-unk már volt. Amit több, hogy ugye ez staff és több a sebzésünk velem. A kérdés már csak az, hogy mennyivel több. 318, 354. Plusztatok, azt mondja, hogy... Damage to slow enemies. Hát igen, olyan úgy nincsen. Dot damage, aha, az jobb. Core skill damage. Nem tudom, vulnerable damage. Nem tudom. Rossz van a játékban? Van. De az csak 18-án lehetett megtalálni. Amúgy mindjárt kipróbáljuk. Én még nem próbáltam ezt a Leaf Dungeon-t. Ja, mi pedig. Nem, már nem kell identifájolni a legendarikat, igen, igen. Ja, működik, tök jó. Dobott valami 18-án? Nem, én nem öltem. Megmondom őszintén, a dropot se annyira néztem. Azt néztem, ahogy egy rogue szólozza a World Boss-t, ami ugye 10 embernek is nehéz, mert úgy van, hogy 10 emberrel vagy egy lobbiba, vagy hogy mondják ezt. Ha jól tudom, persze. Nem akarok hülyeséget mondani. De valami olyasmi van, hogy 10 emberrel vagy együtt. Ahogy a Lightning Spear-t be lehetne rakni a 4-esre. Állokoljuk itt a transmogokat közben. Betörjük ezt is. Mondjuk lehet, hogy ki kéne szedni inkább. Kiszedjük. Ezt amúgy is ki akartam próbálni, hogy ez milyen. Azt is széttörjük. Maga a Mage Damage Set, Lego cuccok, bédek, resiki, ilyesmik, szóval maga az a koncepció változatlan? Hát ugye ez nem a Diablo 3-as Wizard, ez inkább a Diablo 2-es sorci. És amúgy, ja, ahhoz hasonlít nagyon. Jól néz ki amúgy ez a staff itt a hátamon. Ja, a Gemeshez is most már elmehetnék, igen, igen. Mármint játék már, Anika? Szerintem igen, bár azon kívül, hogy vannak legendary itemek, jó a sebzése a vizárnak,
Még amúgy én úgy érzem, hogy ismerkedek velem. Tízezerbe került egy Legendary Power Extract. Until spring. És most már az is megvan. Mondjuk nem tudom, hogy hol kell nézni. Pedig Lightning Spear volt rajta, de nem látom itt. Gőzöm sincs. Gőzöm sincs, hogy a kereszt, ha... Hát achievementet kaptunk érte, de itt, mint az inventory-ba került. Hát lehet, hogy amúgy itt van. Tehát, hogy lehet, hogy amúgy itt kell megkeresnem. Hát itt nincs. Magyarul itt is ugyanúgy egy buildet kell összerakni, aminek része az item kövek, skillek, passziók? Igen, igen, igen. Így van. Hát én itt ezt nem látom. Kérdezz nyugodtan. Hát... Nem látom sehol. Nem tudom, hogy hol van az, amit extraktoltunk. 10.000-be került, de nem látom, hogy hol van. Lightning Spear-es, úgyhogy lehet, hogy nem. Mondjuk ez az összes. Ja, hogy itt még van lejjebb. Itt van. Micsoda? Inventory aspect. Inventory-n belül az aspect. Ja. Ja, értem, aha. Köszi szépen, srácok. Köszi szépen. És amit a bétába elérsz, azt megkapod megjelenéskor, vagy mindent előről kell kezdeni? Hát úgy van, hogy tehát ha a bétába játszol, level 20-ig elviszed, meg bemész a fővárosba, ahol én most vagyok, akkor kapsz egy title-t azért, mert bemész a fővárosba, level 20-ért pedig kapsz egy petet, illetve egy title-t is. Júj, akartam bedobni itt a linket a bétával kapcsolatban, de... Kicsit hosszú lett volna. Üdvít mindenkinek, srácok, hali-hali. Na itt most feloldódott nekünk a Jewelrer. Nem marad meg semmi a játék release-re. Finer gem cutter in all of Sanctuary. Bring me your unhewn stones and I will perform miracles. You will see. I carry the best. Shards or... Come back and see. Shards! Várjál, ez valami küldény? Craft a gem. Aha, itt van. Chipped amethystet tudunk csinálni. Dot damage-et növel. Chipped emerald, meg critical strike damage a Voldarébe lenne, mi kell. A ruby pedig 15% overpower damage. Basic skill damage. Critical strike damage to crowd controlled enemies. Ultimate skill damage. A koponya pedig life on kill. Mert a dot. És akkor a fegyverbe hát kéne szokett, ami nincsen. Jó, és a nadrágba. Damage taken over time reduced. Torn. Max HP. Damage reduced while control impaired. Igen. Fortified. Barrier generation. Healing received. Szia, Crazy Light. Hasonlóan a Diablo 3-hoz itt is vannak 6 darabos szetek. Szetekről nem tudni még... legalábbis így a beta alapján semmit, de gyanítom, hogy lesznek szetek itt is. Szóval aki kidobta itt, azt mondta neki nem kell.
Ezt most csak ide így behányjuk. Ja, úgyhogy... Setről még nem tudni semmit. Az Immortálban vannak setek egyébként? What will it be? Let's put salve. Come back if you need work. Come back. Igen? Na hát akkor már szegít is lesz. Tudom, hogy rossz összehasonlítás, de... Ha ott van, akkor szerintem itt is lesz. Nem lesznek set itemek, unique itemek lesznek. Hát unique itemek is lesznek, de set itemek is lesznek, én úgy tudom. Na, a healing potionünk 48, helyett most már 80-at heal-el. De lehet, hogy rosszul tudom amúgy pixelálj, tehát hogy... Ti mindenféleképpen többet tudtak nálam a játékról. PvP lesz a játékban? Hát, már van ilyen Red Dust, azt már kérdés, hogy lehet-e gyűjteni. Nem tudom, hogy most lehet-e PvP-zni pár pill. Na. Mit akarunk? Tunikát. Sose legendás. Azért nem akarnak szeteket csinálni, hogy ne legyen az, ami a Diablo 3 van, hogy a Lua teszi a karaktert, inkább a paragon pontokon és a skilleken múlik minden. Mint azon, hogy mázid volt, hogy esett egy adott cucc, vagy nem. Érdekes. Diablo 3-ban se feltétlenül szed cucc kell. Nem. Hát azért... Nagyon ritka az olyan, aki nem set itemben van és a... izét nyomatja. A 150-es... Greater Riftet. It's colder down here than up there. A sure sign of demonic presence. Take my chalice and place it in front of the boy. I need to read through my prayer book for the right passages. Place the holy chalice. Azt mondja. Ó, most nézem, hogy mindjárt 21-es szintűek leszünk. Sister, I know the cathedral's normal method is to... A megszállott embereket el kell égetni, ez a bevált szokás. Diablo 4-ben lesznek-e riftek? Nem hiszem, srácok. Itt dungeonok vannak. Amit az előbb is nyomtunk. Most szelleműzést fogunk végrehajtani. Father Inarius, as I shed my wicked blood, let it be purified in thy light. Let the light feel the darkness. Pathetic. This child belongs to me. Angels above! My son! Let the light push out the darkness hiding within this child. Father, force this demon out! Hát kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire fog beválni, hogy nem mindenki ugyanolyan bírdet nyomassam. Hoppá, hoppá. Father, protect this child with your grace. I command you to flee this body. It is hogy szétszedte a villám. Ahogy annyira menő néz ki, basszus. Itt ezzel a bottal. Sorci. Piotr. Where am I? Where am I, father?
megmentettük a Maxell gyermeket. You're welcome. I'm sure I will see you at the next service, yes, Peter? Right in the front pew? Of course, sister, of course. Let us give them a moment. Speak to me outside. Ez olyan nélküli volt. Jól hangzik végül is, csak ne az legyen, mint a Diablo 2-ben fél élet, mire egy jó runát szerez az ember, csak azt ne hozzák vissza. Hú, én pedig most pont azt élem, mert felfedeztétek velem a runa szavakat, mondtátok, hogy vannak olyanok is, és így... Én nagyon sokat Diablo 2-ztem, de runa szavakkal nem találkoztam, ugye, mert hogy így az internet nem mondtam, akkor így nem nagyon bújtam az internetet, és nem tudtam, hogy ilyenek vannak. You did well. You're more suited to this work than you think. There are many more people in Kyovashad who are in need of me. Még sok ember van Kyovashadban, akinek szüksége van a segítségünkre. Ding ding, level 21. Na nézzük. Azt mondja, hogy... Igen, ezt a Firewall-t nézzük. Tehát az aktív Firewall-onként 25%-ig tudjunk nyomni a mana regent. Aha. Jó. Aha, nézzük csak. Ó, a sorcinak lehet csinálni a küldiét. Na jó. Ezt nézzük csak meg, srácok. Hát... Én megmondom őszintén, én örömömet leltem a runa farmolásba, de ez egy idejét volt a... rendszer. És megértem, hogy... Erre már nincs türelme, idegzete az embereknek. Én is pont ez, de nagyon sok idő kellene hozzá, így offline karakterbe mentettem le és próbáltam ki ennyi. Aha, aha. GPS, köszönöm szépen, igazatok van, igazatok van. Igazatok van. Ó, oh, event van, nagyon jó. Tetszenek ezek az eventek. Hoppá. I'm not ready yet. Ha ott van egy mellékküldi. Jó, itt majd föl tudunk venni még egyet. Még egy mellékküldi, de ezt a sors is küldi, csináljuk csak majd.
Lehet, hogy a srác is amúgy ezt csinálja. Ez a bal klikünk, ez nagyon gyengusz. Ó, event. Még egy, amire rá kéne állni. Igen, egy kesztyű, 10 STR-re, és a Charge Bolt kap egy rankot, meg egyet a Firebolt. A loot az personál, aha. Te hívtál? Mordarin. Csak a sorcinak a küldélyet lehet megcsinálni, úgy néz ki, srácok. Known as the Forgotten Codex, said to be az elfelejtett kódex. According to legend, the Forgotten Codex is a companion in the Diablo 3-ban nincsen. By the Aeneid Mage Clan. Ez nekem is nagyon hiányzik. Zoltan Kuhl himself was one of the authors. Unfortunately, the place is overrun with demons beyond my skills. Tehát Mordarin béna, de tudja, hogy van egy ilyen kódex, és megtaníthat belőle minket. Csak sok a démon, tehát ő gyenge a sok démonhoz. Az hagyján, de nyomsz egy ilyet, és így eltévedsz, hogy akkor most mi van. Szóval, hogy így... Ez a tabolgatás, hogy lássam, hogy hol vagyok. Vagy például ott lehetne egy kizúmolni, például az is amúgy segítene, tehát hogyha... Ezen a térképen lehetne kizoomolni, de nem lehet. Bízom benne, hogy ezen még változtatnak. Lost Archives. Egy dungeon. Levettem a textúrát, azt amúgy alig használ már a mota játék. Érdekes. Micsoda, már töltöd is a játékot? De jól néz ki, basszus. Aha, este 8-kor lesz vége. Este 8-kor lesz vége a bétának. Aha, és péntektől lehet nyomni majd. Péntek 5 órától, 7-ből 8-ig. Aha, na itt van valaki, aki nekünk kell. A fagyasztási effektek amúgy nagyon jól néznek ki. Meg ez is milyen jól néz meg ki. Nem tudom, ez mit csinál lassít, de milyen jól néz meg ki. De jó ég.
Eddig tetszik, de olyan, mint hogyha a Pimpel Diablo 3 lenne. Á, nem. Nem. Nem, nem, nem. Kinézetre ebben nem nagyon van Diablo 3. Az a helyzet. Most hát lehet csúnya lesz, de inkább hasonlít egy immort. A világ felépítésében, de amúgy nem. Hát, hogy inkább kettő. Ahogy kinéz, inkább kettő. Tehát a Resurrected-nél sokkal jobb grafikával rendelkező. Mondjuk helyenként meg úgy érzem, hogy így nagyon gagyi. De hát ez csak azért van, mert mondom, nekem nagyon irreális elvárásaim vannak amúgy a 4-jel kapcsolatban. Nagyon durva amúgy a világ. Úgy indítottam úgy a játék, hogy az announcement trailer benyomta azt, amilyen 9,5 perces. Nos, aki azt látta, az tudja, hogy az egy nagyon kegyetlen, az egy nagyon 18 pluszos trailer. 18 pluszos videó. Az már eléggé megalapozta az, hogy ez egy milyen játék lesz. Hát, nem tudom amúgy, hogy... lehet-e majd trédelni, vagy hogy lesz az AH, szóval ezeket nem vágom. Amúgy az in-game cinematikus is nagyon jó. Nekem az announcement trailer tetszett nagyon. Ez nagyon tetszett. Ajaj. Tetszik, hogy néha a plafonra is fel tudom rakni a Fireballt. Van kóp, aha, 4-en lehet játszani, és sőt olyan kóp van, ami couch kóp, tehát egy gépen, ketten is tudok játszani, úgyhogy aki becsatlakozik, az saját progresszt vihet, tehát hogy átmegy a haverod játszani, akkor tud játszani veled. És a saját accountján mentődnek a dolgok. Egy monitoron kell lehet játszani. Persze ezt nem próbáltam ki, ez csak a Blizzard beírása, hogy ez ilyen, és előzőleg benne van a bétában. Nem képernyőosztás van, hanem egy képernyőn vagytok rajta mindketten, de amúgy igen, hasonló ugye. Jó. Hát azt mondom, Szaksz, hogy kár, hogy nem voltál itt délelőtt, mert délelőtt barbárt szinteztünk amúgy. És hát az elején azt mondtam, hogy de gyengusz, aztán így a végére azt mondtam, hogy na basszus, még délután is szívesen barbározni. Na, jó kis curse chest event. Ugye a curse chest az úgy néz ki, hogy egy sima chest átalakul curse-dé. Jaj. Tehát hílelődünk minden egyes közeli ellenfelért, aki itt van a közelünkben. Nem tudom megmutatni, de nagyon jól néz ki ez a sapka. Úgyhogy, ha végzünk ezzel a dungeon-el, köszönhetek rám, hogy ezt a sapkát mutassam meg. Van körzös srány is amúgy. Az is úgy van, hogy megfogod, azt lehet, hogy körz lesz. Ez milyen shrine? Attack speed increased. És még a summonökre is. Ja, nem. Tehát minden egyes kaszt
izért spawnol. Ilyen cuccokat pluszban. De menő. Ezt tetszik. Na menjünk csak vissza. Hello? A másik az sajnos offhand, szóval azt nem tudom használni. The Avalanche Key passive now. Aha, tehát plusz egy. Azt nem tudjuk mi ez az Avalanche Key. Meggondolom valami fagyos varázslat. Jajjaj, igen, ott is világít valami. Amúgy most már megvagyunk, de ha már itt vagyunk, akkor végignyomjuk a dungeont. Ez nem kérdés. Tehát ugye a Sorcerer Quest arról szólt, hogy gyűjtsen be ezt a kódexet, aztán csá. De hát, ha már itt vagyunk, akkor nem hagyjuk annyiba. Mechanical box, ott el kell vinni a pedesztálhoz. A pedesztál meg amúgy azt hiszem itt van, erre falam. Sorban állás mennyire vészes? Hát... Van, amikor fél órát, másfél órát is kell várni, állítólag a másfél óra az állítólag. Nekem eddig csak fél órákat kellett várni, és ez is a lunchkor volt. De tehát a lunch után már egyáltalán nem volt sorban állás. Szóval most így nincs semmi. Micsoda? Skills no costos. És kisebb CD-jű. Akkor megy a végtelen sokkolás. Ding-ding, level 22. De jól néznek ki ezek a szobák. Sokkalás nagyon jó single targetre. Nyilvánzzak, szó jó gémet. Na nézzük. Még egy boxot kell keresnünk. Ahogy ez a fagyasztó szórakozik itt velünk. A Nubiár is hullat. Hajt van. Az a jó, hogy amúgy itt a gyűjtegetésnél nem szakad meg automatikusan a kaszt. Nem csak egy idő után, ahogy észrevettem. Vagy hogyha elég sebzést kapok be, nem tudom pontosan. Most szándékosan amúgy másik irányba jövök. Ez a mana töltős fireball nem biztos, hogy jó ötlet, majd lehet, hogy megpróbálok cserélni. Ó,
Na nézzük. Resurrected Malis. Na, damaging an elite enemy grants you a barrier. Hát, oké. Okay. Van ilyen is, most már ezt is tudjuk. Megközben meg lett a 22-es szint, szóval... tudunk tenni... Mi a másik a Firewall-nál? Tovább égnek. Jó, nézzük meg a tovább égést. És pakolunk, hát amúgy nem erre, hanem pakolunk a Hydrára. Most pont egy event van? Hát megcsináljuk. Hogyha tényleg event van. Bár nem indult el semmi. Ezt nem ismerem azt a nótát, Scott. Nincs kétség, ez az elfeledett kódex. Tartja magát a szavához, megtanít minket a titkokra. Srácok, be fog vinni minket a kuckójába. All right, let me get these incantations sorted properly. Would you be so kind as to light the elemental braziers? Azt mondja, hogy gyújtsuk csak meg ezeket a tüzes. Jaj, bocsánat. Sparks of fire, hear us. Peaks of fire, hear us. Tides of water, hear us. Gales of air, hear us. Amúgy ez menő. Looks like some of these pages are damaged. No matter. Megsérültek a lapok. I can infer the meaning from context. Are you sure that's wise? I refuse to let caution keep me from the secrets of this book. I've come too far. Oh, great powers of the elemental forces, guardians of the hidden gates. I call to you in the names of the divine and infernal powers that you would hear us and obey. That should do it. You have to take a firm hand with these spirits. Valami nem jó. No. Meg kell ölni a démonokat. Rosszul olvastad ezt a könyvet, haver.
Jó, hát ez eddig jól ment. Minden okés? Jé, tessék, bár egy régi felvétel egy krumplival készítem. Köszi szépen, Scott. Smokey. Ja, hogy Alice. Visszamegy Kuraszba. I think it's best if I leave the book with you. Consider it thanks for your help. Te Diablo 2 Act 3. Mert hogy szerinte nem jól fordította. Enchantment slotot. Assign skill to enchantment slot to gain passive version of the skill. Passive version of the skill. Na és ez hogy kell érteni, srácok? Mit lehet ezzel csinálni szerintetek? Miket lehet oda rakni? Gondolom, akkor alakulsz ki neked? Aha, tehát akkor ezeket a sima passzívokat? Aha. Az lehet. Az lehet, Royce. Csak ugye azt most nem tudjuk kipróbálni, csak hogyha refoundolnak. Mondjuk lehet, hogy kéne inkább refoundolnunk. Az gond. Lebekkelünk gyorsan. Nézzük, hogy van-e valami upgrade. És akkor elmegyünk még valami dungeonra. Rare stuff. Hát nem nagyon stunolunk, úgyhogy ez a Legendary Power ez nem használ nekünk. Kapunk intet. Hát igazából kéne egy másik fegyver. Ja, mondtam nektek, hogy meg akarom mutatni a gírt. Oké, akkor mindjárt megmutatom ezt a sapkát. Gyorsan szétszedjük, amit nem kell. Critical strike chance, aha, az amúgy jöhet. Damage to close enemy, aha. Ball Lightning Rod, ez is. Charged Bolt. Chain Lightning erősítő kéne amúgy. Cooldown Reduction. Ezek amúgy a kékeket nem is kéne nézegetni. Plusz egy rank a teleportra, plusz három stat, Frost Nova. Charge Bolt. Jó. Plusz egy stat a mastery skillekre és a conjuration skillekre. Ja, hát akkor ezt serem.
That cannot be salvaged. Ja? Jó. Na majd szerzünk jobb itemeket. Jó. Üdvöd mindenkinek! Vali, a sorcinak ez a klassz sajátossága, ha minden igaz, akkor egy másik skillt, mint például a Fire, rárakhatod a Lighting skilledre, és akkor a Lighting skill használat esetén passzív skill esélye össze egy Firebolt is. Artisál! Köszi szépen, Artisál az infót, ez jól hangzik, amit így mondasz. Nem is láttam ezt az Altar of Lilith-t. Köszi szépen az infót. Na, most hogy ide visszajöttünk, és elmehetünk transmogolni. És akkor megmutatom nektek. Nem, Shortlist-el csak olvastál róla, hogy ez a speckolja neki. Hát a többieknek ugye most nem is nagyon lehet speckolja, mert nem tudják megcsinálni, mert más akton van, hogyha minden igaz, de lehet, hogy félreértettem. Na. Így ehhez ki se kell lépnünk. Tehát, hogy milyen sapkánk lehet. Ó, amúgy látszódik a különbség. Itt látszódik igazán a textúra quality. Amikor közelről nézzük a karaktert. Igen, igen. Szóval, hogy ilyen lehet... de durván néz ki. Na jó, ez a textúra quality, ez ehhez kell. És már látom. Azt a rohadt. Hát nekem ez nagyon tetszik. Ilyen is lehetne amúgy. De jó jég. Hogy látom, hogy megkaptam a level 20-as utáni dolgokat, még nincs benne, ugye? Úgy van, a mester, ha eléred a level 20-at, van rá egy challenge, hogyha az megkapod, akkor igazából megkapod majd, hogyha megjelenik a játék. Elérted a level 20-at, akkor már jó vagy egyébként. Az igen milyen gír. Jók ezek a felsők? Tetszik is tudom, mert töltöd is le a játékot? Mi ez a nadrág? Mennyire menő már bakker? Ugye ez a legendary kinézet. Ok. Van-e transzang a játékban? Most épp azt csináljuk. Srácok! Te jó hég! Hát nem bírok magammal. Hát mik ezek a kinézetek, srácok? Nem tudom, ez olyan gagyeszúl néz ki, de hát... Csak ez aló ide. Nad... Zaklane. Én remélem, hogy jól mondom a neved. Köszi szépen, nincs alert sajnos, valami hiba van a rendszerben.
Valami hiba van a rendszerben. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, köszi szépen a 2 hónapot. Ja, és úgy működik amúgy a transmog, hogy ha lecseréled a ruhádat, akkor ha menet közben lecseréled a ruhádat, akkor a transmog nem az armorra tartozik, hanem a karakterre, tehát ugyanúgy nézel ki. Jó. Na, itt van még egy mellékküldi. Ez a baj, amúgy ebből az aktájból sok minden nem derült ki. Mármint így a sztorit illetően? Vagy a játékot illetően. Ah, you have good timing, friend. Quera here is convinced her husband. Ja, hogy így mindenben, ha. He is. Been disappearing all hours, coming home with bloody hands. Véres kezekkel jön haza. Biztos, hogy megszállták, azt mondják. Őt úgy hívják, hogy K. Vera. And help you shall have. Come, show us where he is. Köszi szépen Istog a pergetést, a többiek is tudják amúgy pergetni. Még azok is, akik nem feliratkozok. The door is damaged. Quera, stay outside just in case. All right. Köszi szépen amúgy Átiszám. Következő szinten meg is nézzük ezeket. Nem látja a férjét. Aha, most ért haza a férjem. Kábera, minden oké? Vasek a férje. Felső szinten rejtőzködött, és kiszaladt. És menjünk utána gyorsan, még mielőtt valakit... valakiben kárt okozna. Aha, ott már... Jó. Hol? Bement a csatornákba? Állítólag a csatornába ment. Ott van Vasek. Megyünk utána. Na ez a design ilyen Diablo 3-as vibe-ot hoz. Mi? Ja, azt hittem már megöltük. Azt hittem, hogy ő mondta. Yeah.
Jó. Nyugalom, nyugalom. Meghagyták az ikonikus diablós lootot, mármint hogy így az enemiből így ki pröccsen a loot. Mint egy vulkánból. Nagyon jól néz ki, hogy így beszűrődik a fény a csatornába. Hangulatos. Jézus! I need time to prepare. It hurts. Okay, jó, felemegyünk. He's close. Ott van. Veszek, biztonság kedvéért aláad rakok egy... Aláad rakok egy hidrát. Mit tegyünk? Kell a chalice. Na, akkor rajta is ördögűzést fogunk végrehajtani, srácok. Veszek, maradj nyugtan. Mondasz velem egy litániát? Everything is going to be all right. Minden rendben lesz, csak mondj velem egy litániát, jó lesz. Father Inarius, as I shed my wicked blood, let it be purified in thy light. Stop! Please! Chalice az Malisznak a tesója, igen, igen. Let the light fill the darkness. Azt mondja. Something's wrong. Valami nem jó. Mi nem jó? Megfagyott. Basszák! Újjjjjjjj! Demotat! Megszállt egy démon basszákat, és egy kicsit lefagyasztotta, majd szétzúzta. Elbukott. Octavia nővér. Octavia nővér, béna vagy. Na, hát... Én kiteleportáltam, ő nem tud ilyet, ő, neki végig vissza kell menni az elejére. Megsérültél? It's nothing, one fire and rest can't cure. Thank you. As badly as things mindent megold egy. Nincs amit egy jó, tehát nincs amit egy forró tűz és egy kis pihenés meg nem oldana, azt mondja nekünk. Én csináltam mindent, azt legyerekezik itt, hát hihetetlen. Na, tehát akarunk venni, mit akarunk venni? Adj egy jó fókusz, nem is fókuszt akartam venni. Mit akartam venni? Tunikát. Sose menő tunika. És meleg kakaó. Hoppácska, egy elixírt is kaptunk. Ugye ezeket lehetne nyomni, csak nem tudom, ezt hova rakom ki, érted? Vagy innen nyomom el? Ja, hogy, ja, jártam, ezt innen kell nyomni. Szóval elixíreket kaptunk, XP-t növel, meg dodge-ot. Poison Resistet, meg XP-t. XP-t és Shadow Resistet. Na, mehetünk még tovább. Not while I'm in town. Ja, igen, igen, én itt teleportáltam volna.
The knights are willing to teach us a few tricks. Nem te illetél? Kösz. Akkor neked köszi. Ilyen durva hangok vannak már itt. Menő néz ki amúgy ez a zóna. De be is lehet rakni azt Immortville-ben. Mármint, hogy micsodát, bocsánat. A potit? Igen? Na, amúgy az elég hasznos, hogyha lehet olyat csinálni. És tényleg be lehet rakni. Hát ez a Zsoli nagyon vágja, hogy mi a helyzet. Tényleg be lehet rakni. Köszi szépen. Amúgy tetszik nekem is a varázsló. De a barbára, hogy is mondjam, látványosabb volt. Hogy állunk amúgy? Még kell 24 Lilith altár. Ez mindjárt meg lesz, ugye? Hali, mit tudtak? Ha nem lesz beta verzió, mindenki újra nulláról kezdi? Így van. Így van, a játék megjelenéskor mindenki nulláról kezd, kivéve azokkal a bónuszokkal, amik járnak az előrende, mint hogy a különféle változatokhoz. Plusz, hogyha a bétában eléred a level 20-ot, akkor nekik még azok, akik elérik, azoknak még lesz bónusz kis aranyos kutyusuk a hátukon. I see. So our young brother ennyi Mallory. His pilgrimage to the monastery. Nincs mit, kérdezzetek nyugodtan, hát ha tudunk válaszolni. But no worse than any of us have earned, is it? Death of fang and claw, of freezing, of the pyre. Our sinful bodies deserve no better. Plusz egy skill pont. Ó! Na, az nagyon hasznos. Hát Eldir, felraktam azóta a textúrát újra maxra, mert csak így látszik olyan szépen
kérem, hogyha közelről megnézem magam. Úgyhogy a textúra médiumon van, akkor nem akad a játék, és nem is eszik annyira mod, se véremot. Viszont hogyha fölveszem, akkor meg ugye akadozás is van, meg többet is eszik. They would construct great sanctified braziers to ward off evil. Úgyhogy csak egy beállítás ennyit jelent. There? Nem tudom, hogy most olyan, mint hogyha beakadt volna amúgy a cinematic. Hát, vegyük fel itt ezeket a küldiket. Adjad. Ja, igazából ne izguljatok arra a mevés miatt, mert annyit eszik a játék, amennyit ugye csak tud. Amennyit megtehet. Why? Hogyha 16 gigaramotok van, akkor el lesz amúgy azzal. Light. I was hoping. The merchants were ambushed at a camp just before the pass. Ugye megnézzük azt, hogy hova kell mennünk. Offenzív, ez gondolom. Show my class, offenzív. Basic skill, hogyha sokat támadunk. Aha, Meteoro, Charge Bolt, Freeze, Ice Shard. Egy helybeállás, basic skill, attack speed, lightning spear. Na ez az. Zenit, fractured pixel, a zenit kell nekünk. Most akkor ezt tényleg megtegeltem. Zenit in fractured X. Na. Zenit. Stored Peaks. Zenit Dungeon. Mutasd, hol van. Jó, akkor... Diablo 4 interaktív map. Mutasd a dungeon-eket, csak a dungeon-eket. Hide all és mutasd a dungeon-eket. Igen, 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 igen. Aha, Zenith, az Kor'Valar-nál van. Tehát oda kell mennünk. Jó, tehát akkor mielőtt még bármilyen küldit csinálnék. Ja, hát ott van a pinünk. Jó. Aha, ez egy program, igen, igen, Zsoli. MSI Afterburner és Riva Tunnel Static Server. Szevasz, Ben. Azt most nem figyeltem, hogy megpináltam. Azt hittem, hogy oda, hogy valami más lesz, de amúgy megpinálta, tehát jól csináltam. Rereben közben alakítottam a mágus builden, és amúgy így szimpatikus, bár biztos, hogy lehetne még mit finomítani rajtam. Most megyünk abba a dungeonbe, ahol ki tudjuk ütni azt az aspektet, amivel 4 manát kapunk, hogyha rólunk pattan a lighting. Ami nem tudom mennyire lesz jó. Még nem tudom, hogy mit tudok majd az aspektet csinálni, gondolom rátenni egy legendary-re. Most ezen vagyunk. Nincs, Zsori.
Hát itt a B-tennel mutogatom, hogy mi a teljesítménye, sokatokat érdekli, és hát teljesen jogos amúgy a dolog. Hát ugye ezt defelni kell most itt, hát ez ment barbárral, kérdés, hogy mennyire fog menni mágussal. Szevasz az úr. Ez a lighting, ez kegyetlen. Barbárral a bosszokon, hogy boldog voltam. Szívás volt. Szívás volt, de amúgy nem volt vészes. Nem éreztem vészesnek, persze nem öltem meg minden boss-t, úgyhogy... Valószínűleg lettek volna a bosszok, amik így kifogtak rajtam, de... Így, hogy még kísérletezgettem a build-el, még így is amúgy... Teljesen okés volt. Úgyhogy... hát a barbárral sokkal könnyebb volt még így úgy is clearelni, hogy 15-ös. Ő 15-ös, ugye a sorci meg már 22-es. Sokkal könnyebb volt clearelni. És... hát itt ugye a mágusnál az a szívás, hogy nagyon gyorsan elfogy a manám, és itt most leteszem a hidrát, és így most várnom kell, hogy így öljék őket, mert hogy elnyomok kettő ilyen chain lightingot, azt elfogyott a manám, vagy hármat. Úgyhogy most ezen vagyok, hogy így legyen manám chain lightingot nyomogatni, ami kb. A legerősebb, hogyha rólam pattan le a lighting. A barbára meg mindig tudtam mindent nyomni. Na, itt van amúgy egy város, csak nem fedeztük fel. Ne felejtsd el kipróbálni a sorcinak a plusz class ability. Ó, oh, köszi. Köszi. Na. Azt mondja, hogy amúgy ezt már talán most is tudnám. A skill assignment. És akkor oda kell húzni. Ice Blade, aha. Hát amúgy tanuljuk ki. Bár kitanultat is érdemes lenne. Tanuljuk ki a Sparkot. Csak hogy megnézzük milyen. Aha, tehát azt mondja, hogy Kinning an enemy 10% eséllyel ad a Crackling Energy-t. Ennyit tud. Enchantment, de... Ja, hogy ott írja is, hogy melyik mit ad. Ó, oh, ott van, nézzétek, csak ott írja alul. Wow. Wow. Tehát Lucky Hit esélyével a meteor esett az égből. A Blizzard követ. Ötfejű hídra megjelenik. De érdekes, és ezt is be tudjuk oda tenni? Wow, ezt úgy be tudjuk oda tenni. Wow. Nem kell ilyen plusz képesség. De durva. Na, tehát.
A hídra fel van hozzá. Ja. Menő amúgy ez, tetszik. Napról napra jobban kedvelsz, rendes tőlem. Elküldted? Köszi szépen. Amúgy mit is ad? Azt mondja, hogy... ...300 manát elköltünk, akkor... ...egy ötfejű hídra megjelenhet. Igen. Wow. Nem tudom, hogy ez mennyire jó, kipróbáljuk. Adjad ide a Silver Orb. Amúgy tényleg van 22 dungeon. Durva. Jézus atya úristen, ki is teleportam. Beszorítottak. I'm stuck. Na, kaptunk egy másik staffot, ez meg a tornos. Igazából jó. Damage to distant enemy. Damage to close enemy. Jó, hát amúgy ez jó lehet. Damage over time-ot nem erősít, damot erősít. Hát adjad. Na ez amúgy még, ez még jobban illik a kezében. Annyi, hogy lehet neked nem mindegyik level 5-ös, mert vannak plusz skill pontjaim. Aha. Köszi, Ben. Te azt a spárkos alaptámadást használod, aha. Ja, ott írja amúgy, hogy 190-nel járunk. Amúgy kikapcsolom ezt a mellékküldetést. Ott van. Ja, hogy igazából csak a mana spend alapján működik a dolog. Ó, hát ez így még menőbb, mint gondoltam. Hát igazából nem is a hidrákkal kell elkölteni, hanem egyáltalán. Hát ez nagyon menő. Láttad volna a Schwarzi két meteorját közel a... Édes Isten, mert most esetleg is tudom, miről írok. De megjött a kedvem ez a játékhoz, most mi ez komoly? Na majd, hogyha kilépünk és meglátod, hogy hogy néz ki a karakterem amúgy közelről. Na hát itt nem engednek minket át, de majd erre kell menni. Vicces, hogy itt voltak lefagyott enemik. Engem nézzél meg közelről? Na majd egy ilyenben találkozom. Ó. Oh. Jaj, hagyjatok már, de hát így beszorítottam. Az open beta mikor lesz? Most péntek 5 órától hétfő este 8 óráig.
így van, és az open beta alatt már lehet nyomni a nekróval is, illetve a druidával is. Na! Az mi a fene van? Amúgy nekem valamiért a texture csak mediumon lehet, a height nem is látom, nem tudom miért. i9-9900K RTX 2070 16 GB RAM, lehet a gépem kevés hozzá. Mennyire mehet oda annyira 16 giga RAM? Nem tudom amúgy, nem vágom, hogy ez hogy megy, mint megy. De videóra nem azt kérdezted? Nem azt kérdezted? Hát ezt nem gondoltam, hogy egy dungeonen belül is lehet event. Hát szerintem kell neki 12 giga a hájon, nézzétek meg. Nekem 12 giga véremot eszik. Úgyhogy valószínűleg 8-nál akkor több kell. Ez az 50-jű hidra amúgy elég beteg. Nem engedik fent el bennünk. Ja, én 1040p-be tolom, aha. Úgy néz ki, hogy mert mindenkit meg kellett volna ölni, akkor kaptunk volna Masterit. Tehát lassúak voltunk, azt mondja nekünk a játék. Azt menő, hogy dungeonon belül is van amúgy ilyen. Dungeonon belül is van ilyen event. Travel to the Cavern of Self-Exile, azt mondják. Gondolom ide kell menni, nem? Tehát, hogy így ez lenne a logikus. Aha, ide kell menni. Ujj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 
Jó, telirakták amúgy csapdával. Nyolc giga véremot ír a helyre? Hát akkor nem tudom, srácok. Ez lett volna amúgy a tippem. Micsoda? Azt mondja, return 3 Bloodstone to the pedestal. Bakker. Hát pedig ezt meg kell csinálni.
Na végre, meg tudom nektek mutatni a konduitot, ezt figyeljétek, mennyire epic. Így rá tudok dash-elni az enemikre. Á, nagyon jó. Á, ez nagyon fullas ez a konduit. Beürülök neki, hogy beadta. Nagyon jó. Hát, hogy az, hogy így átdolgozták ezt, brutál jó. Brutál jó, srácok. Kérdés, hogy ezt hova kell amúgy vinni? Mert azt még nem találtuk meg. Oké, megvan, megvan, hogy hova kell vinni. Ja. Hát szorja, hogy nem tudtunk segíteni. Ez a barlangos rész, ez elég meggyőző, így a grafikát illetően, amúgy. Meggyőző, hogy ez nagyon jó. Legalábbis nekem. Megteltünk, vissza kell mennünk. Ez egy jó hosszú dungeon. Jó hosszú dungeon. You there. I need to talk to you. Psst, azt mondja. Psst. Avalanche. Distant enemikre nagyobb dam. Fire damage. Lightning damage. Hát nem tudom, amúgy. Melyik lenne jobb? Több armor van ezen, most egyelőre hozzuk ezt. Lightning damage. Chain lighting. Na várjál, van valami chain lightingos? Each time chain lighting bounces off you gain 5 mana. Ó, oh, hát akkor ez amúgy nekünk meg is van. Wow. Nem baj, most a aspectbe is kiszedjük. Redditen és Blizzard forumok szerint a 16 GB korlátozás az oka, több embernek még 30-70-nál se engedi nagyobbra rakni, mert csak ennyi RAM van mellette. Hmm, köszi szépen az infót. Köszi, köszi. Fire damage over time. Gyere csak. Hogy ez egy rare fókusz. Viszont mi van a másikon? Lightning damage 2,5. Damage over time. Jó, az akkor marad. Akkor még jó, hogy upgrade-eltem RAM-ot. Még jó, hogy upgrade-eltem RAM-ot.
Pedig nem emiatt tettem. Jézus az a... Challenge Champions No More. Erről is mehetnek majd a 80 gigás stikkek a gamergében. Amúgy 33 000 volt, szóval hogy 36 gigaram 33 000-ért szerintem abszolút nem vészes. Tényleg ahhoz képest, hogy pár éve milyen árak voltak. Most SSD-t is jó áron lehet venni. Meg RAM-ot is. Ó, Channeling Shrine. Aha, DDR4-et, igen. RAM az elég hamisított címkésnek hangzik. Mármint hogy micsoda? Ja, 32, bocsánat. Így van, 32, igen, hülyességet mondtam. Bocsi, igen. A 36 az az eredeti ára volt. Ding, level 24. Oké. Annyira király, hogy a falat szét lehet ütni. Nagyon tetszik ez a megoldás. Égj el, nem akarok még egy képességet elnyomni. Szia, Little Carl. Hát én tudod mindenben, tömle Little Carl, pont mondtam. Ma, hogy 115-be került a 2 terás Samsung 980 Pro-s SD kártyám, a NVMe, és most már 75-ért hozzá lehet jutni. De már nem tettem zsebre, annyira magyaráztam. Na. 24-es szint, és ki lehet pakolni az Infernót. Summon a Fiery Serpent. Pro streamer. Ja, benéztem. Durván mennek le az NVMe-es gyárak? Kérdés, meddig? És miért? Rossz helyen kanyarodtam le, de nem baj, így is jó. Na, Frozen Statue, készüljetek srácok, kemény lesz. Jaj, amit beküldtél, az is 25 000. Igen, csak hogy vajon miért mennek le? Mondjuk régebbi proci árak is mentek le rendesen.
Ryzen 5800, 200000-ért ment most meg 130. De az az ilyen megszokott, nem? Hogy azok így mennek le. Nagyon kigyó! Hát nagyon kapta srácok, ez nagyon kemény volt. Na, a kérdés, szerintem erre a kérdésre a válasz nagyon egyszerű. Most állokoltunk egy aspektet. Ezt, hogy a Chain Lightning lepattan rólunk, akkor 4 manát kapunk. Ez valószínűleg nem megy együtt ezzel, mert hogy ugyanaz van rajta. Csak ugye itt ki lehet hozni azt, hogy 6 manát kapunk. A miért? Valószínűleg a lockdownok miatti logisztikai nehézségek megszűnése. Visszaállt a gyártási kapacitás. Igen. Az amúgy király, hogyha így van. Jesus. Na jó. Elmegyünk még megcsinálunk küldikát, mit szóltok? Ugye ez csak ilyen whispering kijjel lehet kinyitni. Nem lehet ám ezt akárhogy. Ja, én még nem váltottam át DDR5-re. Pacienrök szoktak lemenni, de ettől függetlenül egy durva, hogy ennyivel, főleg, hogy egy M4-es alaplapnál az a legjobb CPU gaming-re. Aha. Alakul-e a build? Aha. Alakul bizony. Jól néz ki az ultimate, de gyenge. Azért, mert dotol. Azért gyengusz, mert dotol. Mármint azért érződik egy gyengusznak. De amúgy nem az. Mármint, hogy szerintem nem az. Na. Oda még le kell mennünk. A Megwin is azt hiszem, ja. Jó, lemegyünk még sáncok egy dungeonbe. I cannot do that here. Dehogy nem. De akadozunk. Yeah.
Köszi az infót, srácok. Én a hidrás bédet használom, Firebird passzival annyira fán, hogy ott 2x4 feje van a hidrának, és minden, ami meghal, fel is robban. Van-e TNS pálya? Van-e KO level? Jó kérdés. Na várj, várj, bele. Szóval... Kettes. Küldit akarunk nézni. És melyik küldit csinálom vajon? Vagy amúgy elnéztem és rossz... Amúgy lehet, hogy rossz helyre jöttünk be. De is tök el neked az az erősebb gép, hát arról fog menni az elsportolás. Még így össze is rántja a zenemit amúgy, hogy tök jó ez. Tök jó ez a... az ulti. Mutatja. Our new recruits are proving themselves strong. I've grown fond of one. Knight Soliano Costa. Devotion to the faith could cast even the darkest shadow of doubt from anyone's mind. It's easy to talk to her about those. Az egyik zsörnát azt innen kellett összeszedni, oké? To leave her family too. A son. Már értem, hogy miért kellett ide bejönni. We received the order. Our company has been called away. Bácsára találkoztam, aha, találkoztam. Nem öltem meg minas barakot. Nagyon csúnyán inas barakot. De sajnos az nem streambe történt. Na, itt lesz a Damn Mother nevezetű boss, ha minden igaz. Ez egy erős boss volt. Nagyon jól clear-elünk, srácok. Valaki már leszólozta? Hát, mindig van valaki, aki már ilyen ügyes.
Persze. Mondom, én benne fasz néztem, hogy valaki a Bird Boss-t szólozza. Hát, hogy igen. Attack speedünk nőtt. Jó. Ez kezdve játszik, mikor aki Jóniós a hat. Ja, ez a nyilas shrine, ez nagyon jó. Ja, hát én is alig bírtam megkarcolni a boss, a bácsát. Egész szép lett ez a rész, jajá. Arra kíváncsi lettem volna, hogy őt milyen nehéz barbárral ölni. Mert rá panaszkodnak amúgy, hogy őt nagyon nehéz megölni. Rá panaszkoznak, hogy ő iszonyatosan kemény. Öt percig öltem, mert 15-ös barbárral, aha. Lehetetlenül nehéz, aha. Hát látjátok így sorcival mennyi volt. Esett még egy fókusz. A primary skill, tehát a skill damage azon múlik, hogy az elérhető primary resource-unkon, amikor elnyomjuk. Tehát minél több a primary resource-om, annál több a damom. De jó. A bit alapján akkor se leszek már barbár, ha dolgoznak még rajta nagyon szar. Komolyan. Nekem amúgy tetszett. Nekem tetszett a Barbie. Hát 15-ös szintig én nem öltem ezt a boss-t, de végigmentem ugye a fő szálon, és akik ott voltak, azok mind meghaltak. Én a nekrót próbálom majd. Na! Na amúgy igen, mondtátok, hogy emote-tal is lehet backkelni, meg úgy is lehet, hogyha oda rányomtok. Barbár 25-ös szint felett kell életre, aha. Aha, farkas töltük. Igen, igen. Dacsi, igen, igen. Na, itt van valami event éppen. Ez csak annyi, hogy enemit kell ölni. Jó. Izét kéne, fortit kéne clearálnom. Nyilván itt most többen vagyunk, de azért
Elég szépen szedtük a HP-ját. Na, Forti. Mit is beszéltünk? Az ott Forti lehet, nem? Adjuk le ezt a questet előtte gyorsan, jó. Lilith lament, harmadjára sikerült csak Barbára a level 15-ön, de utána 20 perccel később jött a Butcher és életet. Én tudjátok, miket szeretnék nézni? Reakciókat olyan streamerekről, akik HC-ba nyomják, és először találkoznak a Butcherrel és megöli őket. Ilyet szeretnék látni. Na, plusz egy skill pont. Ott is van. Van ilyen? Na, ezeket majd meg fogom nézni, srácok. Inferno Repeditly Pulls Inferno. Ja, hogy ez az a serpent. Tehát folyamatosan behúzza középre a... az Inferno. Ha arra kell mennünk. Folyamatosan behúzza középre az Inferno az enemit. Amúgy ez tök jó, ez az ulti így rángat középre, csak hát ultinak nem az lenne a lényeg, hogy rángat, annak egy másik képességnek kéne lennie. Én olyat láttam, hogy elvitte a World Boss-ra a HC-t. Ú, tényleg. Tényleg még a World... Na, azt is megnézném amúgy a World Boss-ra, hogy megöli a HC karaktert. Azt is amúgy megnézném. Vagy ahogy... Nem, amúgy ennyi. Igazából ennyi érdekel. Tudom, 5 óra van, de még egy Fortit úgy megnéznék. Meg kéne néznem amúgy hol van. Strongholdot akartam amúgy mondani, nem Fortit, bocsánat. Ja, akkor jól sejtett. Jó, amúgy jól belőttem, hogy hol vannak a Fortik. Amik még mindig Strongholdok. Blood is the key. Tetszik ez az egy hidrakári. Szerint nézném meg idegesnek. Szerencsére ilyen felvételek nincsenek az interneten. Ó, elértük a maxos szintet, srácok. Már csak sikerült. Mi? Ja, nem álltunk fel a végig? Na bakkám. Akik látták, azok meg már nem tudnak róla mesélni. Uha, olyan messzire kell elmenni? Van itt valahol waypoint? Van. Pont ott van rajta. Oké. Okay. Na hát neki még ott paripája is van. A csaló mindenit. A kill mennyi lesz a maxer? Azt mondták a srácok a 100. Hűha. Beírtam a Google-ba, hogy E-Hunter ideges, de sehol semmi.
mondtam, nincsenek ilyen felvételek. Jó, sikerült kinyitni. Beértem, hogy ilyen tenideges a Google-ban 404-re futott. Még egy utolsó kell. Amúgy van. Van egy játék, az a Who Doubt Low End Legend. Na hát az a játék, ez borzalmas volt. A Who Doubt Low End Legend, de azért volt rohadtból idegesítő, meg borzalmas, mert hogy konkrétan elkezdtünk játszani a beta végén, amikor már mindenki VR profi volt, és így nem dobott be más játékosokat, tehát az szörnyű volt. Az kiégetett rendesen. Várj, mi mondja azt amúgy, hogy itt át lehet menni, hogyha nem lehet átmenni, ez full kamu. Hát rossz a GPS. Na, ott jelzi, hogy az egy stronghold, srácok. Na. Nem erre kell bejönni, vagy most mi történik? Jó, hát kerülhetünk tőlem, csak hogy így ezt annyira most nem értem. Tehát nem lehet interaktálni a kapuval. Milyen csapda? Tetszett ez a csapda. Amit, hogy így tényleg. Szia, Cooler Dodge. Neked eddig kimaradt a Diablo az életedből? RPG-k egyik alapköve. Na, Nostrava. Na, hát ez már működik. Nagyon jó. Tehát az egy jó abból a szempontból, hogy mi, tehát hogy ha elkezded játszani az egyet, végnyomod, és utána végnyomod a kettőt, akkor így látod, hogy hát miből lett a micsoda. És a kettő nagyon élvezetes game. Aztán nyomod a hármat, és így amúgy az is nagyon jó, és amúgy nyomod a négyet, és amúgy az is tök jó. Legalábbis nálam most perpi lesz van. De maradtál, akkor most a Diablo az jó? Igen, igen, az most nagyon jó. Na, most mi van, srácok? Hát itt bent fáj. Ezt értem. Investigate villagers' homes. Itt vannak a villagereknek házai? Történetbe épülnek egymásra? Persze. Talán a Diablo 4. Hát a Diablo 4-ben tízszer több történet van, lesz, mint amennyi hát eddig az összes játékban volt, mert hogy a Diablók története inkább könyvekben van megírva, mint sem a játékban. Az csak ilyen sihi-puhi. De amúgy kapcsolódnak, persze.
These effigies reek of corruption. I must destroy them. Aha, tehát effigyeket kell elpusztítani. Basszus. Még van egy skill pontom, azt nem is tudom mire kaptam. A pyromancy skill nem kerül manába. Wow. De persze amúgy lehet, hogy hülyeséget beszélek, szóval nyugodtan javítsatok ki, hogy ilyen ter nagyon ostoba, nem is ért a Diablóhoz. Hát ez itt... Ja, és akkor ilyen tüzelnek a dolgok. De jó! Ez amúgy nagyon durva, lehet, hogy akkor át kell mennünk villámos buildra, nem tudom, amúgy. Minden karakterre kitolta a Diablo 3, de nincs meg a töltem. Hát ez ugye nem az volt a egyik Diablo-ba sem. Hát de konkrétan a Diablo 1-nek a legegyszerűbb a sztoria. Na ez már valami bossnak tűnik. Ezek a strongholdok azok, amik így szerintem ne ezek a játékban. Inasba akarnak rakni. Jó, és akkor még van egy ilyen. Torvala, 27-es. Hát elszalad. Hát így nem tudom megvenni, srácok, hogyha elszalad. Ruben, nem én. Ezek, igen, ezek a pitlordok a kettőből ismerősök lehetnek, srácok. Ők azok a pitlordok szerintem, akik Diablónál is ott vannak. Mármint, hogy ugyanazok a démonok, ugye? De jó, és kongatnak, tök jó. Mennyire fontos a skill-ek közti szinergia? Fontos, az az alapja. Ha nincs meg, akkor nem fog jól menni a game. Hát így most nem látom, hogy hol az enemy. A szemétje. Mi? Három bosszt is kell egyszerre ölni? Oké. Oké. Egy már meghalt, ahogy látom. Na most az a gond, hogy elfogyott a manánk. Jujj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 
Őt nagyon töltögeti a HP-ját. Ennyi! Na hát, ez most... nem is volt olyan nehéz. Lehet buta kérdés, de itt lesz Diablo? Hát... szerintem nem lesz. Ez a játék már csak... lore-ban és... pár dologban Diablo. De ez már... ez a Diablo az, ami a legtávolabb áll az alap koncepciótól. Na, hát én azt mondom, srácok, tudom, már 5 óra bőven elmúlt, és már 4:60. De
Csak meg kéne nézni a... őt. Az utolsó Strongholdot. Szóval amúgy itt arra utáltam, hogy nem hiszem, hogy lesz Diablo. Mert a Super Ucsó. Igen, igen. Azt sajnálom, hogy nem láttátok a... Malnokot, azt hiszem úgy hívják. Azt hiszem, amúgy oda kell mennünk. Ja nem, oda kell mennünk. Mert nélkül, hát persze, hogy nélkületek játszok, mert nem akarok izé núbiai lenni itt a játékban, aztán mindenki megmondja, hogy ilyen te tudtad, hogy és akkor mondom, hogy nem. De ilyen te tudtad? Hát nem, és így nem akartam, hogy ez legyen. Így is amúgy egy csomó mindent mondtatok, ami tök jó. Nem akartam fúss utána játékhoz állni. Meg így legalább meg tudtam mutatni nektek mind a három klaszt. No survivors. Jaja, ez az. Ez az. Ez a második, amit így streambe láthatok. De amúgy ez már egyébként nekem az utolsó Stronghold. Mikor lehet vajon csapatni ezt az inkubátort? Gondolom ez egy hosszú menet lesz. Hát ezen nem lehet semmit se csinálni. Itt most menni kell, gondolom én. Amúgy valószínűleg a Diablo is benne lesz, mert... Itt mindenki... Mindenki él. Vannak körbe ilyen apróbbak. Az egész Strongholdban vannak ilyen pusztulatok. Ja, értem, oké. Milyen kedves a játék. Látom most már, azt hiszem. Na, látom. A Diablo mi oldalunkon fog harcolni? Ez olyan nehezen elképzelhető, de persze... Akár még az is lehet. Jó. Igen, azt nem tudjuk csapatni. Aha, ott is van egy. Jó. Itt is le lehet menni? Aha. Jó, értem, tehát beteltünk. Nem tudom, hogy innen a Strongholdokban le lehet-e backelni, de most lebackelünk. Pedig általad kipróbált karik közül, szerinted melyik a best? Szia, Varnin. Én launchkor shortsit kezdtem, először a streambe rogoztam, aztán ma még nyomtunk barbárt, és hát nem tudom. Én mindhármat ugyanolyannak érzem. Szerintem most meg lefagytunk. Aj, a francba. Szerintetek kis Alt F4? Szerintem ez egy erős Alt F4.
Zárodj be! Úgyhogy, ja, egyelőre mindegyik karakter ugyanolyannak tűnik, hát nyilván mindig az volt a kedvencem, amivel játszottam. Az a helyzet. Azt mondja, hogy a Q-ban állunk. Állítólag. Lehet amúgy, hogy ez ennyi lesz. Jó van. Srácok, akkor elengedjük a diablózást. Túl sok volt a játéknak, hogy Stronghold közben teleportáltam, úgyhogy ez ennyi. Na hát, nyomtuk mind a három klasszal egyébként most streamben. Nem tudom, hogy nektek melyik tetszett a legjobban. Mondom, nekem mindegyik tetszett, éppen amivel játszottam, az volt a legjobb. A rógot sokkal erősebbnek éreztem, mint a sorcimat, amikor ugye elkezdtük. Aztán, hogy játszottam most délelőtt a barbárral, legutóbb ugye, akkor a barbár volt a úristen, mennyire menő, meg milyen képességei vannak. Bossoknál én nem akadtam fenn, de azért, mert én nem csináltam simán csak úgy dungeonokat, hanem csak a story küldiket. Úgyhogy nekem ott azzal nem volt para. És most meg ahogy nyomtuk a Wizardot, és így, hogy egy kicsit átbídeltem ilyen villámos tüzesre, így meg amúgy nagyon jó. Jó. Hát elég epikusan néz ki. Elég epikusan néz ki. Úgyhogy nem tudom, srácok, mit hoznak ki a druidából és a nekróból, de azokat is meg fogjuk majd nézni. Úgyhogy számoljatok majd ezzel. Az most már egyszer biztos, hogy a kiskutyát azt megkapjuk a level 20-ért. Azt most már megkapjuk a level 20-ért. Nagyon kíváncsi leszek, nagyon-nagyon kíváncsi leszek a nekróra. Nagyon tetszett a Diablo 2-be is, főleg a Resurrected-del, ahogy kinézett a karakter, illetve a 3-ban a szetek elképesztőek. Elképesztőek. És ez a legendary kard, ami ott van a barbáron, Jesus. Nagyon jól néznek ki a karakterek, srácok, az a helyzet. És így, hogy mind három karakterrel legalább három órát játszottunk, így tényleg csak azt tudom mondani, hogy megvan ennek a játéknak az egyedisége. Nem tudom, hogy még jó lesz-e, vagy sem. Ez a dungeon-os mechanika másabb, mint a megszokott riftezés. Meglátjuk. Egyelőre olyan immortálos Lost Ark-os, de inkább Lost Ark-os mechanikákat látok ebbe a játékba. Diablo háttértörténettel, Diablo 2-es hangokkal, ugye? És annak a sötétségével, annak a darkságával. Érdekes. Neked jobban adja, mint a 3? Ma az a szép, hogy szerintem mindegyik Diablót más és másért lehet elővenni, az Immortállal kapcsolatban nem nyilatkozom. Az egy telefonos játék, telefonos játékkal meg... Az, tehát hogy az...
arról inkább ne beszéljünk. Mármint, hogy nem azzal van a gond, hogy telefonon lehet játszani, hanem hogy telefonos játéknak csinálták meg, és az felejtős. Szóval, hogy mind a négy Diablót más és másért lehet elővenni, nyilván az egyet kb. Csak nosztalgiázni, a kettőt is ugye, de hát ott azért már azért jóval több mindent lehet csinálni, farmolni a rúnákat, megvan annak a hangulata. Ez egy régi, lassabb RPG-t ad nekünk, a három az eléggé más tempót diktál, és ez a négy pedig, hát nem tudom, milyen lesz ezzel a nagyon online multiságával, de az biztos, hogy történetben nem lesz hiány, tehát a lore-t azt nagyon durván megtolják ebben a gameben, és hát contentben is sokkal brutálisabb lesz, mint az eddigi Diablók. Néhol nekem olyan kicsit olyan indie game hatását kelti amúgy ez a játék, de az a helyzet, hogy ennyi idő után csak azt tudom nektek mondani, hogy sokkal több volt az a pillanat, amikor leesett az állam, mint amikor azt mondom, hogy hú, de bénán nézett ki valami. Persze még mindig nem vagyok megbarátkozva amúgy a UI-jal. Azzal még mindig nem vagyok megbarátkozva, azt se tetszik, hogy más játékosokkal kell játszanom, de hát ezen én már változtatni nem tudok, és nem is fognak. Úgyhogy én ezt élveztem, jó volt ez a Diablós nap, remélem, hogy ti is jövő héten még egy Diablós nappal készüljetek, hétfőn csapatjuk.